Utolsó előtti hazai mérkőzését játszotta május 9-én a Color City Kazinc Barcika FC. Az NB3-as bajnokság 35. fordulójában az igazán jó formában lévő, a mérkőzést megelőzően a tabella 4. helyén álló Termálfürdő FC Tiszaújvárost fogadták a barcikaiak. A találkozót ezúttal a vendégek kezdték jobban, hiszen a 20. percben Géringer László megszerezte a vezetést a tiszaújvárosi együttes számára. A Kazinc Barcika azonban rendkívül gyorsan rendezte sorait, és a következő percben már helyi Walter egyenlíteni is tudott. Az első fél időben mindkét csapatnak adódtak még helyzetei, azonban ezek közül csak Sütő Attila tudott egyet értékesíteni, így barcikai vezetéssel zárult az első játékrész. A szünetet követően a tiszaújváros ismét jobban kezdett, gólveszélyes helyzeteik viszont nem adódtak, majd számos cserét követően veszélytelenné is vált játékuk. Nem úgy, mint a barcikái, hiszen az együttesből először Ádám Ferenc talált kapuba, majd Pálinkás Gergő duplázott, ezzel magabiztos 5-1-es sikert könyvelhetett el a barcika. A Color City Kazinc Barcika SC csapata legközelebb május 15-én az Aqua General Hajdúszoboszló otthonába látogat.